Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! A jó vers élőlény, akár az alma. Ha ránézek, csillogva visszanéz. Mást mond az éhesnek, s a jól lakottnak. És más a fán, a tálon és a szájban. Végső tartalma vagy formája nincs is. Csak él és éltet. Vörös Sándor gondolatai jól tükrözik azt, hogy mit is jelent a vers, a költészet. Biztosak lehetünk abban, hogy ma is belefeledkezhetünk majd a versekbe, melyeket a résztvevők hoztak nekünk. Nagyon örülünk, hogy két év után újra együtt lehetünk, hiszen számunkra, és azt hiszem sokunk számára nem is volt igazán teljes az év a fehérvári versünnep nélkül. Imár 12. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. Az elődöntő során 14-en lépnek majd a színpadra, közülük a legjobbakat juttatja a döntőbe a zsűri. A zsűri tagjait már is bemutatjuk önöknek. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész Kubik Anna. A zsűri tagjai Závodszky Noémi színművész, a Vörös Marti Színház tagja. Nárai Szabó Lívia pedagógus a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében. Bobori Zoltán költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke. Valamint a Fehérvár Média Centrum képviseletében Vakler Lajos Penna Régia díjas újságíró. A 12. fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök és Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere. Felkérném a város képviseletében Cserpalkovics András polgármester urat, hogy köszöntse a rendezvény résztvevőit és kedves vendégeinket. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a helyszínen, és természetesen azokat is, akik a televízión keresztül követik nyomon a versünnep idei elődöntőjét. Külön szeretettel köszöntöm a zsűrit, nagyon jó őket látni így együtt, mert hogy ez azt jelenti, hogy van versünnep. És ahogy el is hangzott a felvezetésben, nagyon hiányzott ez nekünk az elmúlt időszakban. Ugye amikor utoljára lehetett versünnepet tartani, az elindult, csak nem tudott végigmenni, hiszen elődöntő volt, döntőre viszont nem kerülhetett sor. Aztán előző esztendő pedig se elődöntő, se döntő. Nekem nagyon hiányzott, de sokaknak nagyon hiányzott, és bízom benne, hogy a fiataloknak is nagyon hiányzott. Azoknak is, akik részt vettek a versünnepen a korábbi években, és azoknak is, akik pedig kacérkodtak ezzel a gondolattal, és bízom benne, hogy azért sokan közülük most itt tudnak lenni, és meg tudják azt mutatni, hogy miért is hívtuk annak idején életre a versünnepet. Azt hiszem, hogy az, hogy ez egy szép és fontos kezdeményezést, az azt jelzi leginkább, hogy most már több mint egy évtizede zajlik és folytatódni tud, úgy is, hogy volt megszakítás, de ez nem törte meg a hagyományt, hanem talán még erősebben fogjuk tudni ezt építeni a jövőben. Ha megengedik, akkor Hagymási András ügyvezető úron keresztül szeretném köszönteni a Médiacentrum kollégáit, mind a szervezőket, hiszen ők azok, akik évről évre megrendezik a versünnepet. Köszönöm szépen az egyházmegyének, hogy egyházmegyei kitekintési tud ez lenni, és köszönöm szépen azoknak az irodalomtanároknak, azoknak az iskoláknak, akik partnerek ebben. Hiszen nélkülük biztos, hogy nem lejönnének a fiatalok, nem jelentkeznének, és nem is lennének olyan felkészültek, mint amit egyébként évről évre látunk, és biztos vagyok benne, hogy ez most is így fog történni. Köszönöm azoknak a színészeinknek, akik mindig segítenek abban, hogy a döntőbe jutott fiatalok aztán a döntőre jól fel tudjanak készülni. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy ezáltal ünneppé tudjuk varázsolni ezt az eseménysorozatot. Hiszen itt igazán nem a verseny a lényeg, hanem az, hogy a lehetőséget megadjuk a fiataloknak, akik ezzel rendszerint élni is szoktak. Biztos vagyok benne, hogy így lesz ez most 2022-ben is. Mindenkinek az elődöntőhöz is jó szórakozást kívánok, és aztán várunk mindenkit a döntőbe. És talán annyi kis műhely titok, hogy előbb bementünk, és
ügyvezető úrral, alpolgármester úrral kicsit köszöntve a fiatalokat, próbáltuk őket megnyugtatni. Azt láttam, hogy izgulnak. Nyilván mondtuk azt a közhelyet, hogy ne izguljanak. Ezt nyilván könnyű mondani annak, aki nem vizsgázik, nem mond verset, de emellett ott láttuk a szemükbe azt is, hogy várakoznak, hogy szívesen jöttek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon ügyesek lesznek ma is, és majd néhány hét múlva is. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük polgármester úr gondolatait. Köszöntőre kérem fel Hagymási Andrást, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját. Polgármester úr, elnök asszony, igazgató asszony, alpolgármester úr, tisztelt vendégeink, kedves versenyzők! Az én feladatom szervezőként az, hogy megköszönjem mindannyiuknak, hogy itt vannak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy 12. alkalommal újra megrendezzük a fehérvári versünnepet. Kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, hiszen ez a mai nap valóban egy ünnep, annak az első felvonása, második felvonása a hónap végén kerül sorra. De hogy mi teszi ünneppé tulajdonképpen a magyar nyelv legszebb formájú rendeződése, azaz a vers ünnepét, igazi ünnepé, az tulajdonképpen egy négyes egység, a költő, a versmondó, aki által ez életet kap, és a közönség, aki ezt értelmezi és befogadja. Ha ez a négy együtt van, akkor igazi ünnepet élünk meg, és a mai nap ennek a napja. Engedjék meg, hogy a versenyzőknek ügyes fellépést, türelmet, és a közönség részéről pedig szeretetet kívánjak nekik. Érezzék magukat jól, a kedves televíziónézőknek pedig jó tévénézést kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük, igazgató úr! Kedves hölgyeim és uraim! Természetesen nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntjük a versenyzőket, akik már a pihenőszobában várják, hogy színpadra léphessenek. A mai nap elsőként léphet a színpadra Major Benedek, a Ciszterci Szent István Gimnázium 12. osztályos diákja, az elődöntőre Arany János művével készült. Arany János, Toldi, első ének. Ég a nap melegtől a kopár szíg sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta, nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga, állj pedig, üresen vagy félig rakottan, nagy szénás szekerek áldogálnak ottan. Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öreg földnek vérit most szíja ki. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, bögölyök hadával háborúra kelnek, de felült lackó a béresek nyakára. Nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, ameddig szem ellát, messze földön égen. Szörnyű vendégoldal reng a rosszos vállán, pedig még legénytól sem behelyzik az állán. Széles országútra messze-messze bámul, mintha más mezőkre vágyna-e határul. Azt hinné az ember élő tilalomfa, ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Ládd, a többi horkó bogja hűvösében. Nyelvel a kuvasz is a földre hengeredve, a világért sincs most egerészni kedve. Vagy nem láttál még olyan forgószelet, mint azt, amelyik mindjárt megbirkózik veled, és az utat nyalja sebesen haladva, mint a füstokádó nagy kémény szaladna. Nem is azt a forgószelet nézi, mely a hamvas utat véges végigméri. Túl a tornyon, melyet porbúr rakott a szél, büszke fegyver csillog, büszke hadseregkél, s amint seregkél por szürke ködéből, úgy kell a sóhajtás a fiú szívéből. Aztán csak néz előre hajolva.
mintha szíve lelke a szemében volna. Szép magyar leventék, aranyos vitézek, jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek. Merre? Meddig mentek? Harcra? Háborúba? Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? Mentek-e tatárra? Mentek-e örökre? Nékik jó éjszakát mondani örökre. Ejha, én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ilyen forma Toldi Miklós gondolatja, mely sóvárgó lelkét mélyen szántogatja. S amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik. Mert vitéz volt az apja, György is, álnok bátyja. A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja. S amíg ő béresekkel gyűjts kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a király udvarban. Itt van immár a had, Lacfi nádor hada. Itt kevély hadával Lacfi Endre maga. Délcegen megüli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját. Utána meg nyalka kolcsagos legények, tombolván alattuk cifranyer gyűmének. Nézi Miklós nézi, s dehogy veszi észbe, hogy a szeme is belefáj a nagy nézésbe. Hé, paraszt! Melyik út megyen itten Budára? Kérdi Lacfi egyként csak amúgy félvárra, de Toldinak a szó szívébe nyilallik, és olyat döbben rá, hogy kívül is hallik. Paraszt, én? Emígy füstölök magába. Hát ki volna urmás szélese határba? Toldi György talán? A róka lelkű bátya? Ki Lajos királynál fent a tányért váltja? Én, paraszt, én? S amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre egy szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát véginél ragadja. Hosszan egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el, s mintha karja vassá volna maga válva, meg se rezzen a kinyújtott szálfa. Nádor ispán látja Toldit a nagyfával, és elámul rajta egész hadával. Ember ez magáért, Lacfi mond, akárki. No fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki? Vagy kitartja fel úgy azt a hitvány rudat, mint amellyel a suhanc mutatja itt az utat? Szégyen és gyalázat, zúg, morog mindenki. Egy paraszt fiúval mégse áll ki senki, de kivín a bajt az égi háborúval, szélvészes, zimankós, viharos borúval, és kivín a Isten tüzes haragjával, hosszú kacskaringó sistergő nyilával, mert csak az kössön ki Toldival, ha drága és nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj annak, aki ment a jut kezébe, meghalt anyjának is visszari ölébe. Elvonul a hadnép, hosszú tömött sorban, Toldiról beszélnek az egész táborban. Mindenik mondnék ilyen nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygós képet. Egyik így szól. Bajtárs, miért nem jössz csatára? Így legénynek, mint te, ott van ám nagy ára. Másik számva mondja. Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, és te is az maradtál. Elvonul a tábor, csillapul moralja, ezt a szél elhordta, azt a port akarja. Toldi meg lassan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messzereng a parlag. Mint komor bikái olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása, mint sértett vatkan fú veszett dühében, majd összeroppan a rúd vas kezében. Köszönjük szépen, kérem a tisztelt zsűrit, értékelje a produkciót. Kedves Benedek, nagyon megmelengetted a szívemet.
Megmondom neked őszintén, hogy én ezt gyerekkoromban az édesapámtól hallottam, ő tudta kívülről, és én még itt, amióta versünnep van és zsűrizek, nem hallottam ezt a részletet senkitől. Szeretnélek megdicsérni, olyan szinten volt magabiztos a szövegtudásod, pedig nem egy rövid szövegről beszélünk és egy rövid versről, hogy ez mindenképpen óriási dicséretet érdemel, és azt éreztem, hogy teljesen tiéd a szöveg. Az összes többi az már egy olyan apróság, hogy bízom benne, hogy majd a kollégáim mentorként segítenek neked. Nagyon nehéz elkezdeni egy ilyen versenyt, elsőnek fellépni a színpadra. Láttam, hogy izgulsz, ez látszódott a kezeiden is, de ezt nehogy úgy vedd, hogy ez egy rossz dolog, ez egy teljesen természetes dolog. Bízom benne, hogy majd a kollégák segítenek, hogy ezt hogy tudod kezelni a későbbiekben, mert sokszor éreztem azt, hogy úgy mozdulnál vele, de elfojtottad, akkor inkább mozdulj vele, hogyha kikívánkozik valami. Lehet, hogy egy picit kevesebbet, de majd én bízom benne, hogy találkozunk a döntőn, és akkor erre már nem kell odafigyelned, mert teljesen természetes lesz, hogy ha ahol lehet, ott merd élvezni. És egy picit olyan volt nekem, ahogy mondtad, az izgulás mellett, meg azért pici hangsúlyokat én javítottam volna, mint hogyha elmeséltél volna nekünk most egy történetet, egy mesét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Benedek, én is szeretném megköszönni neked, hogy ilyen gyönyörűen indult ez a verseny, Arady Jánossal kezdeni, az azt hiszem, hogy mindnyájunk számára egy elképesztő gyönyörű élmény, estig elhallgattam volna. Nagyon kevés kritikai megjegyzésem lenne, de nem is mondom, mert tényleg lenyűgöztél ezzel a teljesítménnyel. Tudod egyébként az egészet, vagy... Inkább csak az első, de a másodikat is elkezdtem már tanulni. Ez csodálatos, nagyon köszönjük. Tényleg nem akarok semmit kritikai megjegyzést hozzáfűzni. Gyönyörű az orgánumod, és tényleg minden javítható, amit találtunk benne. Az eleje egy picit lehet leíróbb, és nem azonos hangsúly, mint ahogy aztán elindult már az egy csak egy legénnyel, ott már nagyon jól elindul a történet. Az eleje az leíró, csak ennyit mondanék hozzá, de köszönjük szépen, hogy újra verset, gyönyörűséget hallhatunk, és a felkészülés engem is lenyűgöz. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, mindaz, amit én itt jegyzetelgettem magamban, és végig gondoltam, azt az előttem szólók elmondták egytől egyig. Egy dologra különösen szeretném fölhívni a figyelmedet, amit művésznő mondott, egy kicsit merev testtartás. Ez nyilván az izgatottságtól és az izgalomtól volt, és tökéletesen egyetértek művésznővel, hogy amennyiben egy kicsit lazább lesz a testet tartásod és a kéztartásod, néha-néha belemozdulhat a szövegbe. Ezzel én azt hiszem, hogy sok mindent segíthetsz például a hangképzésen. Nagyon szépen köszönöm, csak mindenképpen gratulálni szeretnék én is. És hát hadd mondjam el polgármester úrnak és a hallgatóságnak, hogy nem csak a versmondók izgulnak, mondta polgármester úr, hogy kiment közétek, hanem a zsűri tagja is, én azt hiszem valamennyik nevében mondhatom, hiszen hosszú volt, és János is, és hosszú volt ez a két év, és nagyon hiányzott ez a gyönyörű versünnep. És külön szeretném megköszönni Keller János művész úrnak azokat a gyönyörű Vörös Sándor gondolatokat, amivel bevezetted. Ez azt hiszem, hogy méltó volt, és kellő hangulatot biztosított számunkra is. Gratulálok még egyszer. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Valóban izgulunk, és szerintem az izgulás oka az, hogy annyira szorítunk a fiataloknak, és annyira szeretnénk, hogy jól sikerüljön mindenkinek, ahogy elképzelte, hogy ez egy fantasztikus érzés közben. Na, folytassuk a versenyt. Következő versenyzőnk Kis Viktória, a Láncos Kornél gimnáziumból érkezett a mai elődöntőre. Reményik Sándor versét hozta el nekünk. Reményik Sándor. Álmodsz-e róla? Álmodsz-e róla, mondd.
eljár-e hozzád olyan suhanó, nesztelen léptekkel, mint életében? Érzed-e édességét közelének? Barna haját, fájdalmas, nagy, vadgesztenye szemét. Lélek kitágított a pupilláját. Lezárt ajkát a keskeny vonalút, mely hallgatni, jaj, régen megtanult. Szinte olyan, mint a koporsóban. Haját, szemét, arcát, ajkát, alakját. Álmodban látod-e? És azt a néhány apró keserű ráncot, miket az elfojtott betegség, s övéért az örök aggodalom olyan korán szántogatott, vonásainak finom földjébe. Mélyen. Mélyen. Hát ritka mosolygását látod-e? És még ritkább nevetését, mely ha kibudjant, mindig könyv budjant vele. Mintha azt mondaná, nevetés közben is fáj a szív. Álmodsz-e róla, mondd. Álmodnod kellene. Éltél hiszen annyit közelében, feleséged volt életed fele, és szeretted. Szeretted százszor erősebben nálam, mert bírtad, s merted életedhez kötni életét, ahogy férfi módra kell. S boldog voltál, s boldog volt veled. Vagy én szerettem jobban mégis. Én, aki nem mertem karjaimba vonni, mert tudtam, nem lehetek semmije. Álmok szőnyegét teregethetem csak szegény, megfáradt lábai elé. Álmodj róla! Álmodnod kellene! Éltél hiszen annyit közelében, lényének ezer apró részletét ismerted, mely nekem rejtve maradt. Tudtál ezer nem sejtett édességet, s lelke rejtett pókháló zugait, hol mégis őszi napfény bújdosott, s a pókhálókon csillogott a harmat, s ezüst rezgéssel reszketett a dér. Te tudhattad talán csak egymagad. Mit ismertem én? Pár nagy vonalat. Vajon-e pár vonal volt a lényege? Nekem freskó volt, neked mozaik. Álmaidban még összerakhatod. Álmodj hát rettentően kifosztott ember. Gazdagok lehetnek az álmaid. Álmaidban még gazdag lehetsz. Láttad annyi drága hétköznapon, s jóban, rosszban. Oly bensőségesen osztozkodtál vele. Osztoztam én is. Ó, igaz, de csak kivételes nagy ünnepen. Nem bírtam, nem mertem, és nem akartam a két karomba zárni. Féltettem összhangját szíveinknek. Féltettem őt az élet vad kezétől, és féltettem kényes, önző magamat. Elengedtem hát, hogy megőrizhessem, mint póka fonalat. Helyette a róla szőtt álmaimat. Álmodsz-e róla, mond. Én, amíg bús, fölénnyel és képzelt diadallal csak hagytam peregni az életet. Álmodtam róla szakadatlanul, tündéri szépeket, s kiálmodtam magam. És most nincsenek többé álmaim. Se nappal nincsenek, se éjjelente. Mit nem adnék pedig, ha láthatnám egyetlen egyszer bár. Érezném édességét közelének, barna haját, vad gesztenye szemét, melyel most játszanak őszi angyalok. Lélek kitágított a pupilláját. Egy-egy barázdát arca drága földjén, egy mosolyát, ha láthatnám. Egy könnyét, ha érezném forrón kezemre hullni. Aggódnánk együtt, s nevetnénk együtt, s fájna szívünk nevetés közben is. Álmodsz-e róla, mond. Mert ha álmodsz, hiába veszteséged. Kettőnk közül te vagy a boldogabb. Viktóriának köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Én meg sem merem kérdezni, hogy téged érte veszteség az életedben, vagy hogy milyen fájdalom van benned, mert nem tudom, mi van a lelkedben, de én itt éreztem valami olyat, amit nem is szeretnék kifejteni. Nagyon megérintett,
Csodálatosan mondtad a verset, nagyon kellemes a hangod, jó volt hallgatni. Néha majdnem elbögtem magam, annyira megérintett. Ezt most őszintén mondom, és jó, hogy itt vagy. Köszönjük szépen. Kedves Viktória, köszönöm szépen én is. Ez a vers egyébként esztendőről esztendőre visszatér ide a versünnepre, és nagyon jól van ez így, köszönhetően talán a felkészítő tanároknak is. És pontosan azért hoztam vissza ugyanazt a gondolatsort, amit az elmúlt esztendőkben már egyszer elmondtam. Ugye ez Judik Józsefné Imre Ilona írta 1935. május 7-én Nagyváradból Reményik Sándornak. Ugye egy kicsit kötelesség az én kötelesség nélküli életemben, és egy kicsit részt vállalni akarás ebben a végső itteni nyomorúságomban. Olyan jól esett hallani azután, hogy még egyszer ki tudta mondani mindenki helyett a szükséges szót, egy versben mindazt, ami az utóbbi évek alatt felgyűlt. Azt írják hazúról, és ez egy fontos gondolat, hogy ezt a verset mindnyájan a Bibliájukba tették, mint annak idején Kós az eredj, ha tudsz. Én azt gondolom, hogy mindannyian köszönjük szépen, köszönjük a felkészítő tanárodnak, nagyszerű volt, bensőséges mindenestől. Föltétlen csatlakozom Lajoshoz. Én gondolom, hogy Bellin Miklós Gábor segített a versválasztásban is, ugye? Tökéletes versválasztás volt. És az elhangzottakhoz egy idézet, Barna szemében játszottak égi angyalok. Égyereztem én is. Kapcsolódnék az előttem szólókhoz, amikor fölléptél a színpadra, már magadra vontad a tekintetünket, mert volt egy olyan határozottság, egy olyan adni akarás a jelenségedben, és ezt csak tetézted azzal, ahogyan megszólaltál. Figyeltem, miközben mondtad a verset, hogy egyszer jelent meg számunkra a versnek a mondani valója, és egyszerre tartottad a kapcsolatot velünk. Köszönöm az élményt. Tulajdonképpen csak ennyit fűznék én is hozzá, hogy itt ugye a lemondás, az áldozathozatal, magának az áldozatnak a stációit hallhatjuk végig a versen keresztül, és ezt nagyon színesen és nagyon szépen adtad elő, úgyhogy én is csak nagyon megdicsérni tudom a versmondásodat. Következő versmondónk érkezik, Adorjáni Sára, aki a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, Király László versével készült. Király László, halljátok-e a dalt szüleimnek? Halljátok-e a dalt szomorú szeretteim? Halljátok-e az éneket? Megnyílik-e még előtte a lélek a békétlen őszülésben? Halljátok-e az éneket, melyből kényszerűn kivész, savakkal az érzelem kimaratik, csak szálcsapkodva köröz az értelmet kutató zengés, mert dal az értés száll, mert mi más tehetne. De nem röppen vele többé a mámor, az elveszett. A békességgel tündöklő virág hasonlatokban, és nem gyönyöríti a szót édes ritmusa sem. Ingó, bingó, zöld fűszál, szépen felöltözik, lilium rózsával meg is törölközik. Csak a szándék él mégis. Vasszorítások, penge hasogatások, megvakítatások, folytva elnémítások ellenére is, csak a szándék, az egyetlen emberi. A derű emlékét legalább feledni nem akaró, a derű emlékével is túlélni akaró, csak a szándék él. S csontra asszottan az is. Mert a kétségek között önmagát fölfaló, a lélek, már csak az értelemtől vár minden jövendőlést. Mert elhitványult a megérzés. Elsatnyult lassan százezerszeres meghazudtolásban, és a megsejtések. A döbbenetes fényen sugárzó régi nagy megsejtések rozsdatemetőkben várják, hogy silány számítógépek kiolvasszák őket. És már itt derengnek estvili szürkületben az értelem s az eszmélés biztos donkanyarjai, mint kitűnő lehetőségek.
És mit tehetünk? Ó, halljátok-e az éneket, szeretteim? A nyelvet, mely csoda mégis, és megmenthet bennünket. Hinnünk kell fegyvereiben. Hisz hadsereg, erő, biztonság, becsület, kitartás, minden ő benne van, és ő benne madarak tőre nyílhat darra bármikor szelíden jókedvű nemzedékeknek, ha lesznek ilyenek. És rétek vannak. Terülnek, ringnak, hullámzanak, párálnak, zöldelnek, tárulnak, pipacsos rétek, szerelmesekkel, szeretők véréből szökkent pipacsokkal. És visszatért nyugalom van. Csönd, egészség, értelmes munka, érdemes munka. Minden. És énekelni fogunk, én tudom, énekelni fogunk mindenek ellenére. Majd asztal kerülünk a téli konyhában, összegyűlünk, és mondjuk, tél lesz, hogy pattogjon a tűzben a fenyő, és hozza vissza elveszett melegünk a bükk. Énekelni fogunk. Ja, csak ezt el ne feledjük. Énekeljünk. Esteledik szürkül bé, tűz helyeket seper bé, mert nem tudod ki jön bé, mert nem tudod ki jön bé. Szürkület legyen hát. Nagy pejhű, téli szürkület, ingófényű besepert tűzhelyekkel, hogy ott várjuk majd mind megilletődve, lassú pálinkák között, régi vastag pohárban gyöngyöt vető pálinkák között. Igen. Hinni kell ebben, hogy ott várjuk majd mind a nem tudjuk kit, akiet beseperve már a tűzhelyek, és akit az ének mi nekünk megígért. És aki az ünnepi csöndben majd belép, a havat magáról letopogja, a hűs, a szent, a gyémánt, az ezüst havat magáról letopogja, és leprüszköli magáról, mint a csikó a havat. És Isten hozta a gyönyörű havat. Most már nem hiányzik közülünk senki. Isten hozta. Ó, beázott posztó illata. Álmok. Most mindannyian végleg boldogan együtt vagyunk. Halljátok ki az éneket, szeretteim! Köszönöm. Köszönjük szépen, tisztelt Zsűri, a szó. Nos, Isten hozta Sára. Köszönjük, hogy itt van, és köszönjük a versválasztást is. Azt hiszem, hogy Ferenczi Noéminek nagyon sok dolga volt, de remek választás volt. Annál is inkább, hiszen ez a vers a bizakodás, a remény verse, a közösség megmaradásába vetett hit verse. És a kényszerűségből élők, kényszerűségben élők közönyétől mentesít valamilyen szinten. És ezt ilyen fiatalon sikerült megragadnia, úgyhogy ehhez én gratulálok. Én is csak gratulálni tudok, nagyon nagy és kemény, nehéz verset választottál. Az elején, megmondom őszintén, egy picit megijedtem, mert úgy éreztem, hogy akkor még nem érkeztél meg a versbe. De ez megtörtént. És onnantól kezdve viszont elragadott, nagyon felnőtt módon adtad elő, egyszerűen, tisztán, nem volt benne semmilyen iskolás hangsúly, nem volt benne a korosztályodra jellemző versmondás. Engem elragadott, és nagyon szépen bántál a szünetekkel. Egyszer csak megértettem az egésznek a felépítését, és onnantól kezdve magával ragadott az előadás módod, ami nem megszokott, viszont nagyon, nagyon, nagyon magával ragadó volt. Úgyhogy köszönöm. Én is nagyon élveztem ezt a sajátos előadást. Egyetlen egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmedet. Vannak a versben ilyen általad is, megírva is, egy picit nevezük úgy, hogy ilyen eldobott mondatok, vagy ilyen mellékesen elhangzó mondatok. Ezeknek az artikulációjára egy picit figyelj, ezeket nagyon gyorsan dobtad, és ott az értéssel nekem néha volt, hogy így picit tövesztettem a fülemet, hogy azt csak olyan úgy dobd el, hogy attól még értsük és érezzük. Amúgy gratulálok.
Valóban az első másodpercek után lenyűgöző volt az előadás. Én külön örülök annak, hogy Király Lászlótól mondott verset. Ki segített, vagy segített valaki a versválasztásban? Gondoltam, igen. Köszönöm szépen. Én még szeretnének nagyon megdicsérni, hogy vállaltad, hogy énekelsz a versmondás közben. Ez egy nagyon nagy kihívás, és kristálytisztán csengett a hangod. Egy egészen különleges világot varázsoltál, még élőbbé tette a versmondani valóját. Úgyhogy köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Patai Dorina, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Technikumának 12. osztályos tanulója Szabó Lőrinc versét hoztál nekünk. Szabó Lőrinc, nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol. Úgy közeledem hozzád, lopva, félve, szíven ütő és vonzó rettegéssel, mint óvatos sűn, alvó viperához. Nem, bocsáss meg, kedves. Nem tudom, miért gyötör mai hisztérikus és gyáva vágy, hisz oly szelíden alszol. És nevetsz álmodban, mint a eljövendő gyermekünkkel és velem játszanál. Nem nyúlok hozzá, csak nézem, hogy alszol a szomszéd ágyban. Meg se simogatlak, csak messziről szívom hajad szagát, csak nézem élő csontjait s húsod önfelett nyugalmát. Úgy kéne már, hogy enyhüljön bennem ez a szomorú és bizalmatlan, örök társtalanság, de mindenkitől féltem magamat, szabadságomat. Nem tudok örülni fenntartás nélkül, és így születik meg az önzésből a lelki furdalás. Félek tőled, akkor is, ha kívánlak. Szeretlek, s mégis titkolom vágyom rád, s most is úgy hajolok föléd, mint ha ellenség volnál. Óvatos lelkem tüskeit fordítom feléd, mert törvény véd, s mert zsarnokom lehetsz. Nem nyúlok hozzá, csak nézem, hogy alszol. Nem nyúlok hozzád. Ó, micsoda jóság! Milyen tökéletes odaadás kellene ahhoz, hogy boldog legyek. S mégis, aki vagyok, az maradjak. Az ellentétem kéne. Az, aki nem követel semmit cserébe. A teljes biztonság. Az önvád alól felmentő, szent, jókedvű, igazi önzetlenség. Az volna jó. Igen. Az lenne nekem való szerelem. Mély, üdvözítő, örök, mint a föld, s egyszerű, mint a halál s az élet, amelynek öntudatlan kezei kötötték, s majd feloldják köldökünket. Nem nyúlok hozzád. Csak nézem, hogy alszol. Köszönöm. Köszönjük Bájka a zsűri értékelését. Drága Dorina, ehhez a vershez sok mindent lehet hozzáfűzni, és a versmondáshoz is. Nem azt akarom most bírálni, hogy olvastad, mert ez nyilván jobban fel lehet készülni, és akkor neked minden adottságod megvan ahhoz, hogy megragadd a nézők figyelmét, hanem inkább azt mondanám el, ami már sokszor téma volt itt a versválasztásoknál, hogy van-e vajon női vers és férfi vers. És valahogy úgy érzem, hogy Szabó Lőrinc pont ezek közé, a költők közé tartozik, hogy nagyon sok olyan nagyon erős, ma úgy mondanák, hogy macsó verse van, de nagyon erős férfi vers. Hogy talán hitelesebben hangzik ez a vers szerintem egy férfi szájából. Persze én ebben a koromnál fogva igen konzervatív vagyok, és úgy érzem, hogy tényleg sok olyan utalás van benne, ami kifejezetten, tehát hogy a hajad illata, és tehát ezek mind nőre
vonatkoznak, és ezt egy nő szájából egész más hallani. Tehát én annyira várnék tőled egy olyan verset, amivel meg jobban tudsz azonosulni, ami a nemedhez illik, és azt arról szól, mert látom, hogy van benned drámai erő, van benned kifejező készség, szép a hangod, szépen beszélsz, és nagyon, nagyon szívesen akár most is meghallanék egy olyan verset, amit ebből mondasz egyrészt, másrészt, hogy ami nagyon illik a te gyönyörű nőies lényedhez. Úgyhogy én csak ennyit akartam most erről mondani. Csak nem ugyanezt szeretném mondani, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ízig-vérig teli férfi intimitással, férfi küzdelemmel, a másik legyőzésével való állapot, ugye semmiért egészen előzménye, ahogy tetszik. De ennek ellenére azért köszönöm szépen, és majd érdeklődéssel várjuk, gondolom a döntőben, hogy milyen verset választasz. Köszönöm. Lehetséges, hogy Kubik Anna művésznő most nehezteni fog rám, de én egyáltalán, engem nem zavart az, hogy a szöveg a kezében volt. Azért, mert úgy éreztem, hogy teljes egészében birtokában van a szövegnek. És lehet, hogy ez egy kis nyugalmat biztosított, hogy ott van a szöveg a kezében. Egyúttal, hát még néhány versmondó verseny részese, már úgy gondolom, hogy ezt tökéletesen oldotta meg, hogy ott van a kezében a szöveg. Tehát kipillantott, kinézett tartalmasan a hallgatóság felé. Egyébként minden egyébbel egyetértek a versválasztást illetően. Nekem nagyon tetszett az egész produkció. Köszönjük szépen! A Vasvári Pál Gimnázium diákját köszönhetjük a versünnep színpadán, Bódis Boróka Ajsa Vörös Marti Mihály versével készült. Vörös Marti Mihály, Csongor és Tünde részlet. Az éj monológia. Sötét és semmi voltak. Én valék, a kietlen, csendes, lény nem lakta éj. És a világot szültem gyermekül, minden ható sugárral a világ fölkelt ölemből, megrázkódtatá a semmiségnek pusztaságait, s ezer fejekkel a nagy szörnyeteg a mind előállt. Hold és csillagok, a menny csodái lőnek bújdosók, kimérhetetlen léghatárokon. Megszűnt a régi, alvó nyugalom. A test megindult, tett az új erő, s tettekkel és mozgással gazdagon megnépesült a puszta tér s idő. Föld és a tenger küzdve osztozának az eltolt légnek ősi birtokán. Megszünteti a tenger habjait, s melyet haraggal ostromolt imént, most felmosolyg a méhiből az ég, s mint egy menyasszony, szépen és vidáman virágruhába öltözött a föld. A por mozogni kezdett, és az állat s királyi fejjel, a lelkes porond. Az ember lőn, és folytatá faját. A jámbort, csalfát, gyilkost, és dicsőt. Sötét és semmi vannak. Én vagyok, a fény elől bújdokló gyászos éj. A féreg, a pillanat búboréka, elvész, idő sincs mérve lételének. Madárt a szán, körmök az állatot nem váltanak meg. Kérges, büszke fát letesznek századoknak súlyai. Az ember feljő, lelke fényfolyam. A nagy mindenség benne tükrözik. Megmondhatatlan kéjjel föltekint, merő megbámul földet és eget, de ifjúsága gyorsan elmúlik. Erőtlen, aggott egy-két nyár után, s már nincs,
mint nem volt, mint a légyfia. Kiírthatatlan vágyjal, amíg él, túr és tűnődik, tudni, tenni tör, halandó kézzel halhatatlanul vél munkálkodni, s mikor kidölt is, még hiúság műve van porán, még kőhegyek ragyognak sírjain, ezer jelekkel tarkán és fényesen az ész az erőnek rakván oszlopot. De hol lesz a kő, jel, s az oszlopok? Ha nem lesz föld, s a tenger eltűnik. Fáradtan ösvényikből a napok egymásba hullva összeomlanak. A mind enyész és végső romjain a szép világ borongva hamvad el. És hol kezdve volt, ott vége lesz. Sötét és semmi lesznek. Én leszek a kietlen, csendes, lény nem lakta éj. Köszönjük szépen. Kérem a zsűri értékelését. Kedves Boróka, én szeretnélek látni itt a döntőben, és hogyha lehet egy kérésem, én újra szeretném hallani ezt, és nekem egy icipicit, most picit szigorú leszek, jó? Nagyon sokat néztél oda fel egy pontra, az engem zavart, és egy nagyon picit időnként úgy éreztem, hogy énekeltél, minden adottságod megvan, minden ott van benned, én nagyon szeretném, hogyha ezt egy mentor kihozná belőled, és én azért szeretném ezt még egyszer meghallgatni, mert ott van a lehetőség, hogy ezt még, hogy is mondjam, még jobban, még szebben, még áradóbban elő tud adni. Köszönöm szépen. Nos, én azt gondolom, hogy egy kápolnásnyi ifjú hölgynek eleve elrendelés Vörös Martit mondania. Kezdjük talán ezzel. Én viszont gratulálok mindenképpen, mert áldott emlékű, és biztos vagyok benne, hogy áldott emlékű Sobor tanár úr és Román tanár úr büszke lenne rád. Köszönöm szépen. Vasvárisként. Élmény volt hallgatni téged, Boróka. Annyira passzol a hangod ehhez a monológhoz, hogy már az első sornál elvarázsoltál, és már nem is írtam semmit, csak figyeltelek téged, úgyhogy én is csak meg tudom erősíteni azt, hogy szeretnék ezt újra hallani tőled. Köszönöm. Én is nagyon becsülöm ezt a birkózást, mert ez tulajdonképpen az egyik legnehezebben előadható monológ, ami létezik a magyar drámairodalomban egyébként. Olyan nagyságok küzdöttek vele, mint Lukács, Margit, és sorolhatnám a nagyon nagy neveket, szóval ez irgalmatlanul nehéz, és nagyon becsülöm, hogyha valaki 16 éves vagy, nem tudom, tehát így nekivág ennek, és a világot magához öleli egy ilyen éjmonológ képében. Szóval le a kalappal, van vele dolog, van vele munka, nagyon sokat kell vele küszködni, de én ezt nagyon becsülöm, úgyhogy köszönjük. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Adorjáni Mátyás, a Ciszterci Szent István Gimnázium 10. osztályos diákja. Jónás Tamás versével készült. Jónás Tamás, anyu utoljára. Ne lepődjön meg anyám, hogy magázom. Nem tudom, anyám-e még azon a másik világon? Tudom, hogy mindent lezárni csak nagyon kevesen, de azért gyötör, hogy nem tudtunk mindent mi sem. Talán emlékszik rá, amikor tavaly megfogtam a kezét. Maga fázott. Nyár volt, nekem meg nem ment a beszéd. Féltem, hogy valami sutaságot mondok. A halottak is ilyen szégyenlős bolondok. A kezét, amikor megcsókoltam, féltem, mert valami rémületet láttam utána a szemében. Ha nem kezdett volna el akkor sírni, lehet, hogy meg is szólalok. És ma kevésbé szenvedek. Elegáns ez a hallgatás. Nevetséges a beszéd. Tudja, nem tudom elfelejteni a fehér pulóverét. Nem állt jól magán. Már szinte semmilyen ruhadarab. Az arcát elfelejthetem, de az a pulóver megmarad.
Elnézést, anyám, hogy így elkalandoztam. Szégyenletes számomra, mint a halála az ok. Most már nem magam miatt mondom, de hát engem még itt hagyott küzdeni. Szerettem magát. S hogy egy volt, akik olyan kevesen, anyám, még a magáé vagyok, és maga már nem az enyém. Köszönjük szépen, várjuk a zsűri értékelését. Mátyás, én amikor elolvastam ezt a verset, amikor láttuk, hogy mit fogtok szavalni, akkor nagyon megérintett ez a vers olvasva, és azt gondoltam, hogy tényleg ezt egy érett, sok mindent tapasztalt férfi tudja elmondani, és nagyon érdekes volt most hallani, ahogyan dolgoztál lélekben ezzel a verssel. Tehát volt benne egy kicsit olyan József Attilai hang, mint a Kései Siratóban, de kicsit azt hallottam, amikor vádoljuk anyánkat, hogy de már nem vagy itt. És bizonyára, hogyha majd lesznek tapasztalat, meg fog érni ez a vers úgy is, amikor már nem tudok semmit visszahozni abból, amit még most meg tudok fogni, hogy milyen, amikor tényleg elveszítem az édesanyámat, és akkor egy kicsit talán lelassul a vers, akkor elgondolkodó lesz, és akkor, mert minden hangsúly a helyén volt, igazából ami majd még meg fog érni hozzá, az a tapasztalatoddal jön és az évekkel, úgyhogy nagyon jó a versválasztás, és még fog ez érni továbbiakban. Köszönöm, hogy ezt hoztad. Én nekem hatalmas meglepetés volt, hiszen azt olvastam, azt nyilatkoztad, hogy én egy vicces, élénk embernek tartom magam, aki bármilyen környezetben elég jól megállja a helyét. Hát ezzel a mindenkit, aki valaha szülei sírjánál vagy betegágyánál állt, megrendített ez a vers, amit kiválóan adtál elő. Azt kívánom azért, hogy még az igazi élmény előtt, ami téged ér, sok-sok szép versmondás és versélmény érjen téged. Egyetértek Bobori Zolival. Én azt mondom, hogy itt volt az ideje, hogy végre Jónás Tamás megszólaljon egy versünnepen. Annál is inkább azt hiszem, hogy nem kell tovább magyaráznom, inkább felolvasok egy Jónás Tamás verset, egy nagyon rövidet. Mit tagadjam? Kocsma vagyok, füstös mind a két szemem, magyar, cigány, ki tudja mi, értelem és érzelem. Húros ütőhangszer vagyok, én vagyok a zongora, ütik-verik, mégis muszáj szépen megszólalnia. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, visszaengedünk a többiekhez. És érkezik hozzánk a következő versmondónk, a Vasvári Pál Gimnázium 9. osztályos diákja, Nagy Petra Vera, aki Szabó Lőrinc versét hozta el. Szabó Lőrinc, Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi a mester egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta. Ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte. Igen, lepke voltam, és a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét? Vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi! Ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát! Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok.
És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény, hogy Zhuangzi álmodta a lepkét, a lepke őt és mindhármunkat én. Köszönjük, kérem, a zsűrit értékelje a versmondást. Az egyik kedvenc versem, mert nagyon filozófiai mélységekig megy el ezzel Szabó Lőrinc, és ahogy hallgattalak téged, éreztem, hogy dolgozik benned ez az egész gondolat. Nagyon szép hangod van, tehát szépen tudtál dolgozni ezzel a verssel. Én javaslom neked, hogy nyugodtan lehet lassítani, és nem, tehát nem kapkodtad el a verset, de ez egy olyan vers, aminél a közönséget hagyhatod egy kicsit gondolkodni. Tehát hagyjad, mert jó hallgatni téged, szépen helyén vannak a hangsúlyok, úgyhogy nyugodtan lehet egy kicsit hagyni, hogy mi is elgondolkodjunk a versnek a mondani valóján. Nekem is tetszett alapjában véve, és örülök neki, hogy írtad, hogy szeretsz nagyon verseket mondani, és kipróbálni magad, ez is egy ilyen alkalom volt, és nagyon kíváncsi vagyok majd a másik versedre is, ami már egy nagyobb lélegzetű. Itt ebben a versben tényleg csak ennyit lehet tenni a nézőközönség és az érthetőség kedvéért, hogy talán egy kicsit személyesebben próbálod meg, talán egy picit elgondolkodóbban, hiszen nem egy bonyolult vers ez, mint amennyire bonyolult témáról szól, és amennyire fontos vers ez, ilyen metafizikai gondolatokkal telítve. Úgy gondolom, hogy nyugodtan haladj ezen az úton tovább, és van értelme annak, hogy közönség elé állj ki, mert van hatásod, van egy derű benned, a személyiségedben, úgyhogy nagyon jónak tartom egyébként a versválasztást is a személyiségedhez illően. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő versenyzőnk Szondi Bálint György, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, Babits Mihály versét hozta el nekünk. Áldász kutyám, itt heversz mellettem. Amióta a gazdád én lettem, ez a hely a legjobb hely te néked. Nem érhet is semmi baj se téged. Rajtam csüng a szemed, hív imádás együgyű szállán csügg, boldog áldász. Mert boldog, ki jámborul heverhet valami nagy, jó hatalom mellett. És te jámbor vagy, bár olykor asszonykád bosszújára, csirkét hajszúsz vadul a salátás ágyakon át. Elcsavarogsz néha messze innen, el is tévesz kóbor hegyeinkben. Ahogy titkos kalandjaid vannak, ágtép, gonosz ebek rád ruhannak. Zápor is lep, szőröd, bőröd átáz. Ázva, tépve jössz vissza, kis áldász. Visszajössz, mert ugyanhova mennél? Hol lehetne egyéb helyed ennél? Tudod, hogy itt valaki hatalmas gondol veled. Büntetés irgalmaz, gyötör olykor, simogat vagy játszik, hol apádnak, hol kínzódnak látszik, de te bízol benne. Bölcs belátás bízni abban, kit nem értünk. Áldász. Ó, bár ahogy te pihensz lábamnál bizalommal, tudnék én is annál megpihenni, aki velem játszik, hol apámnak, hol kínzómnak látszik, égi gazda, bosszú, megbocsátás, s úgy nem értem, mint te engem. Áldász. Köszönjük szépen, ez volt az előadás, és várjuk a zsűri véleményét. Hát én a kicsit az áldász helyébe éreztem magam, te ennek a kutyának a nagy barátja, simogattad így a kutyát, és beszéltél hozzá, de hát ez most más helyzet. Itt most egy nagy közönség előtt kellett verset mondanod. És azt írtad itt nekünk, hogy félek nagy közönség előtt szerepelni, és szembe akarok nézni a félelmemmel. Nézzél szembe a félelmeddel, és győzz le.
és bátran nyújjál másik. Nekem ez az egyik kedvenc Babits versem, azt kell mondanom, úgyhogy hát persze, hogy egy kicsit többet vártam ettől. Ezen a folyamaton én is átmentem, hidd el, hogy nem mertem a közönség elé lépni, és szerintem teljesen természetes egy fiatal életében, hogy ezzel meg kell küzdeni. A jó tanácsként annyit mondanék, hogy nyugodtan hagyjál magadnak időt, nem kell kapkodni az artikuláción, mindenképpen kell változtatni, tehát muszáj megérteni a közönségnek szánt mondatokat, és kifejezni a gondolataidat vele. Tehát igazából csak a megnyugvás hiányzik, azt hiszem neked, hogy ezen a pályán tovább menjél. Fontos ez a küzdelem, és nem csak amiatt, hogyha előadó művész akarsz lenni, minden pályán fontos ezzel szembenézni, hogy emberek elé állni, nyugodtan gondolatokat megfogalmazni. Mi szeretnél lenni egyébként? Mi a vágyad? Pszichológus. Akkor sokat fogsz emberek között forgolódni, és fontos, hogy jól tud kifejezni magad, és ez nagyszerű megmérettetés, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan folytatod tovább a versmondást. Hidd el, hogy hasznodra válik minden ilyen, és igen, nagyon nehéz kiállni egyedül emberek elé, és ezt most pontosan ezt láttuk. Fontos az irányultság is, hogy ne csak egy embernek mond a verset, persze ez verse válogatja, van olyan vers, amit csak egy embernek mondanék el, ha én is ott állnék a helyedben, de ez a vers például megkívánja azt, hogy mindenkihez szóljál, az egész közönséget bevond ebbe a Ádáz iránti szeretetben és küzdelemben, ami a versben benne van. Úgyhogy hajrá! Bocsánat, hogy visszavettem a mikrofont, de már közben gondolkodtam azon, hogy idézek ebből a versből, hogy tudod, hogy itt valaki hatalmas gondol veled, büntet és irgalmaz, gyötör olykor, simogat vagy játszik, hát ez most a közönség volt. Köszönjük szépen, köszönjük. A következő versenyzőnk a Székesfehérvári Szakképzési Centrum első István technikumából érkezett, Simon Kimberdi Diana, Dzsida Jenő versével készült. Dzsida Jenő, így volna szép. Gyakorta érzek olyan különös, kimondhatatlan valamit. Mikor kezem a rózsafáról egy szirmot halkan leszakít. Mikor átrezeg egy síró dallam finom húrjain a zongorának. Mikor szívemben harcokat vívnak hatalmas fénnyel hatalmas árnyak. Mikor a szó mire se jó. Mikor szemem egy ártatlan fényű szempárba mélyed. Mikor álmodom, s messzire elhagy a fájó élet. Mikor újjongva nevet a kék ég, s a szellő mégis ezer zizegő halott levélkét takarít. Gyakorta érzek olyan különös, kimondhatatlan valamit. S akkor előttem áll a nagy titok, amelynek soha nyomára jönni nem bírok. Miért nem szabad azt a sejtelmes, suttogó halált, letépett szirmot szavakba szednem? Miért nem lehet azt az örökös, borongó, ködös, szomorú álmot papírra vetnem? Miért nem tudom azt a pillantást, azt a sóhajtó méla akkordot, mit a futó perc szárnyára kapván régen elhordott, megrögzíteni, s aztán őrizni örökre csendben? Az a sok síró, ábrándos érzés, miért nem ülhet, miért nem gyűlhet lelkem mélyére, s nem tömörülhet dalokká bennem? Vagy ha már róluk dalt nem is zengek, miért nem tudom tudtokra adni csupán azoknak, kiket szeretek, s akik szeretnek? Nem mondom szóval, csak egy mélységes szempillantással, egy fénylő könnyel, egy sóhajtással. S csupán ők tudnák, hogy mit jelent ez a rejtelmes, titkos beszéd. Így volna édes,
Így volna szent. Így volna szép. Köszönjük, tisztelettel várjuk a zsűri véleményét. Kimberly, amikor diákjaimmal dolgozom a verseken, akkor számomra mindig az a legizgalmasabb, amikor érzem, hogy megszületik bennük egy vers, és én most ezt nagyon éreztem, hogy te ezzel a verssel és a felkészítő tanárod Molnár Anikóval együtt nagyon sokat dolgoztatok, és lehet, hogy még maga a versben megfogalmazott élmény, tapasztalat még nincs meg, de igazából át tudtad adni nekünk ennek az érzését, és nagyon nagyra becsüllek ezért az útért. Nagyon ösztönözlek tovább, hogy járjatok ezen. Én is sok sikert kívánok ehhez az úthoz. Érdemes ráállni és folytatni. A Dzsida Jenő így volna szép. Tudja, ez hogy volna igazán szép, hogyha Dzsida Jenő így volna szép. Tehát a költő után le kell vinni, neve után le kell vinni a hangsúlyt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Szabó Ábel, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója. Babits Mihály versét hoztál nekünk. Babits Mihály. Esti kérdés. Midőn az est, el lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál, lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek e lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik a lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton melyet porlepettel. Álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó pamlagán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül. A távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a Ríván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengj a messze múltba vissza Ríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség, mint mire való? Mégis csak arra fogsz gondolni árván, minek a selymes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők e bús danajdalányok, s a nap ez égő szizifuszikő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vett példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez volt a vers, várjuk a zsűri véleményét. Te nagyon érted ezt a verset, ott van benned, tudod. Érzem, hogy izgulsz, ne hajtsd magad. Abban a pillanatban, hogy meghagyod az időt, akkor itt megszületik valami a nézőtéren. Változatlanul majd, hogyha jössz a
döntőbe. Kérlek, cofozd össze a hajad. Annyira, annyira sokat jelent az, hogyha látom a szemed, ha te is látsz minket. És hogyha te zavarban vagy attól, mert úgy éreztem, hogy a zsűrit nézted szinte 95%-ban, leginkább az Annát. Akkor inkább nézd ki valakit a közönség közül, és inkább, én nem fogok megharagudni, hogyha nem nézel felénk, valakit nézd ki magadnak, vagy néha pillancs ide. Azt éreztem, hogy néha ettől is feszült vagy, hogy itt ül a zsűri, majd most biztos véleményezni fog téged. Zárd ki minket, ne foglalkozz velünk, csak annyira, mint nézőkkel. És annyira ott van benned minden. Nyugodj meg. Én csak ezt kérem. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, és hogy itt van egy csomó ember, közönség, zsűri, verseny. Ezt mind engedd el, és csak élvezd a verset. Annyira, annyira tied, jó? Köszönöm. Rendben, köszönöm. Én értem a Noémi indulatait. Azért van ez, mert mindannyiunkban ez munkál, hogy neked nagyon, nagyon sok képességed van a versmondásra, és akkor az ember ezt szeretné kibontani. És ezért mondta azt a Noémi, hogy tűrd el a hajadat, mert ne hozd magad nehéz helyzetbe azzal, hogy két ilyen gyönyörű szemet nem láthat az ember. Tehát ez képtelenség, hiszen az előadó művészethez hozzá tartozik az, hogy a szemed kifejező ereje az megmutatkozzék a közönség számára. A másik pedig az, hogy szintén nagyon-nagyon nehezen előadható vers ez, akár csak az éj monológia, és nagyon jó, hogy választottad. Ezt a színművészek, amikor tanulják a szakmát, ezt beszédgyakorlatként kapják meg, nem azért, minthogyha a vers ne lenne önmagától gyönyörű, de hát olyan kihívás elé állítja a versmondót, ami csak nagyon, nagyon ritkán adatik meg, hiszen az egész egyetlen kérdés. Nincs benne pont, nincs benne vesző, csak kettős pont legfeljebb, és közbevetett gondolatok, mondatok. Na most ezt fogal almazd meg akkor egyetlen egy nagy kérdésben, ez a következő feladat, hogy ne tűnjön fel, hogy ez ezer apró részletből áll, hanem egy ilyen nagy kör legyen az egész, de a képességeidet látva és halva, ez neked nem lesz nagy dolog. Állj neki! Minden lehetőség megvan benned, hogy jó, nagyon nem jó, kitűnő versmondó legyél. Köszönöm szépen! Mivel tényleg egy ív az egész vers, ezért az arcoddal nagyon sokat tudsz játszani. Az, hogy a képek, amikről beszélsz, az az arcodon megjelenjenek, és mi, aki nézünk téged és hallgatunk, mi veled együtt lássuk ezeket a képeket. Azért nagyon fontos, hogy minél jobban lássuk az egész arcodat, tekintetedet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A versünnep színpadára szólítom Takács Hannát, a Láncos Kornél gimnáziumból érkezik hozzánk a fiatal 9. osztályos tanuló és Petőfi Sándor versével készült. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. Dicsőséges nagyurak, hát! Hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jószoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, s megroham, mint vadállat bennetek, s körmét, fogát véretekkel festi meg, ki a síkra kunyhóból milliomok, kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája, ezer évig híztak rajtunk az urak, hát rajtok most a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velük aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre, hanem mégsem! Atyafiak, megálljunk!
legyünk jobbak, nemesebbek ő náluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, ahogy illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézze ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtjük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, s elveti a kevésségét, címereit, és teljes egyenlőségünket elismeri. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei minnyájan egy láncnak. Szüksége van minnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni. Szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úr Isten kegyelmezzen ti nektek. Köszönjük, tisztelt zsűri, a szó. Hanna, nagyon jó a humorod. Nagyon-nagyon szépen beszélsz. Egy apró tanácsot hadd mondjak a versmondással kapcsolatban. Jött egy pont a versben, ahol hirtelen nagyon nagyot ugrottál, és felvitted a hangodat, beletetted a... Tehát, hogy egy óriási ugrás volt erővel, csak azt már onnan nem tudtad hova fokozni. És ott egy idő után már ez a szinte azt mondom, hogy egy vonalban húzott hang, egy kicsit ilyen sikító kiabáló volt. Ehelyett én ezt megpróbálnám szépen fokozatosan felépíteni, hogy legyen hova építkezni, és akkor a legvégén tud kijönni az a hang, amit már szinte ugye ilyen folyamatában nem lehet tartani, és akkor talán egy icipicit élvezhetőbb lesz ez a része. Ettől függetlenül nekem nagyon tetszett a játékosságot, gyönyörűen beszélsz. Bizonyos helyeken csak egy-két apróság volt, ahol azért az artikulációra figyelj, mert összemosódott. Amúgy nagyon, nagyon szépen mondod a verset. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nos, kedves Hanna, ezt a verset egyébként, gondolom, hogy te is tudod, Mácsai Pállal azonosítják, hiszen 1994 tavaszán volt ez a sportcsarnokban, a Hiszünk a dalban rendezvényen. Nézted ezt a verset, ahogy... Igen, már láttam többször. Igen, mert visszaköszönt nekem is, és köszönöm szépen. Kettő apró megjegyzésem lenne, hogy a hangerő az nem biztos, hogy pótolja ezt a gúnyt. Szerintem a gúny a lényeg abban, amit te hangerővel pótoltál, ezt gondold át, mert van az a pici határvonal a színjátszás és a versmondás között, amit nem biztos, hogy át kell hágni. Tehát ezen elgondolkodnék a helyedben, és nekem is tetszett, hogy Petőfit választottál, ez újabban valamiért nem divat, pedig ragyogó, ezért nagyon megdicsérlek. És a másik mi is volt, igen, hogy szépen tudtál váltani, az nagyon tetszett a vers végére, úgyhogy ez egy fontos dolog volt, hogy ezt is megdicsérjük, és még egy kicsit dolgozz ezzel, hogy nem feltétlenül a harsánysága jelenti a csúcspontját a versnek, hanem ez tényleg ez a marógúny legyen benne. Köszönöm. Szólítom is a következő diákot, a színpadra Tóth Árpád versével érkezett Török Laura a Vasvári Pál gimnáziumból. Tóth Árpád, egy lánya villamosban.
Fiatal lány volt. Ám ölébe ejtett szemmel már úgy ült, mint dústerhű nő, ki révedezve sejti már a rejtett jövőt, mely szíve alján csendben nő. Maga körül minden zajt elfelejtett. Lesiklott róla gond, tér és idő. Körötte durva a lármás utasok tolongtak, s ő csak ült és olvasott. Néztem hevült arcocskáját merengve. Ki tudja, milyen sötét hivatal felé viszi szegény leányt a zengve robogó zsúfolt sárga ravatal. De addig még övé a betűk lelke, a kopott regény minden szava dal. Grófnővé széfül, herceg lejt feléje, s féltérden helyezi szívét eléje. S megáldottam magamban ócska könyvét, ó, mert lehet akármi ponyva bár. Letörli egy sorsocska árva könnyét, s a vadvilág többé nem oly sivár. Egy árnyalattal tűrhetőbb, egy gyöngét sóhajjal jobb, nem fáj úgy élni már. Egy rossz író is így érhet föl tisztelt rendű és rangú 36 minisztert. Ó, hadroncsák hát mások a világot, politikák, jelszavak és hadak. Csak a tollakat ne fogja meg átok. Írók kicsinyes, nagyja rajta csak. Isten szívét nem bízta csak tirátok. S még ég és föld búsrommá omlanak, hű könyveinkben daloljon a lélek vigaszos daccal. Mégis szép az élet. Köszönjük szépen, tisztelt Zsüri, a szó. Laura, ritkán fordul velem elő olyan, hogy amikor hallom az írót és a vers címet, akkor már érzem, hogy hány pontot fogok adni. Ez most előfordult, szerintem talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány ilyen alkalom volt, amióta itt vagyok. Olyan volt számomra, mint egy profi előadást. Köszönöm szépen. Rövid leszek, hadroncsák hát mások a világot, politikák, jelszavak és hadak. Te csak mondj verset. Nagyszerű volt, köszönöm. Szép volt, személyes volt, benne volt az a derű, aminek benne kellett lenni, az egész érett személyiséged nagyon-nagyon üde volt, és rendkívüli módon fontos számomra, hogy ilyet is hallottam ma délelőtt. Itt van a bizonyíték előttem, hogy mit jelöltem be, hogy mihez fogok hozzászólni, amit Vakler Lajos említett. Hadd térjek vissza még engedelmetekkel az előző versmondásra. Az fogalmazódott meg bennem, hogy költőnek, írónak, előadónak, versmondónak micsoda fantasztikus feladata van manapság, és milyen komoly szerepe lehet például mondjuk az irodalomnak. Ezért, amikor az előbb meghallottam a vers, a költő és a vers címét, a Himnusz a békéről című címet, akkor rögtön arra gondoltam, hogy most olyan dologról fogunk hallani, ami azt hiszem, hogy bennünk, velünk él, és vágyódunk rá a békére. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, de most egy kicsit föloldotta bennem ezt a fájdalmas keserűséget ezzel a verssel, és írók kicsinyes nagyja rajta csak. Himnusz a békéről. Köszönjük szépen. A mai elődöntő utolsó versmondója következik, Farkas Eszter, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója. Markó Béla, ajakkerekítés. Honnan is tudhatnátok, hogy igazából melyik a legszebb magyar szó? Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, vér, szív, sír. Kosztolányi Dezső listája? Dehogy.
Pontosan 40 éve, 1978-ban, amikor először jártam nálatok, megtanultam egyszer s mindenkorra a legszebb magyar szavakat. Biharkeresztes. Nyugati pályaudvar. Vagy ami felejthetetlenül gyönyörű, máig könnyed se a szemembe. Közért. Ó, azok a hosszú ékezetek. Azok az ajakkerekítéses vonatállomások, városok, utcák, cégtáblák mindenütt. Jöttem egy veláris inségből. A háztetős magánhangzók és a mással hangzók aljára akasztott üresen himbálózó kampók világából, ahol már csak itt-ott, már csak egy-egy színházteremben lángolt, gyöngyözött, csókolt, sírt Kosztolányi Dezső. Hát van-e annál meghatóbb, mint félhangosan elolvasni? Battyányi tér. Aztán a legszebb magyar mondatok, például tessék vigyázni, záródnak az ajtók. Ó, az a magyar bariton. Az az összmagyar robogás József Attila Dunája alatt. Nem hallgat a mély, micsoda tévedés, hanem száguld. Újságot olvas magyarul, miközben felette tovahömpölyögnek az Erdélyből jött árvízi hajós izzadság cseppjei. Meg persze a szívet, lelket melengető változatosság, ugyanazon a könnyed, mégis férfias hangon megállóról megállóra. Az ajtók záródnak, kérem vigyázzanak. Vagy csukódnak az ajtók, tessék vigyázni, és így tovább. Ülni 27 évesen két gyerekes családapaként, elmenni a végállomásig és vissza csak, hogy a legszebb magyar mondatokat újra és újra. Értitek, ugye? Mert csukódnak, és záródnak, és tessék, és kérem. Úgy tűnik csupa szeretet, csupa boldogság, csupa megszólítás, csupa szórend és szórendiség. Semmi ajakkerekítéses pöhend vagy pöhendiség. Szeretnék vissza, oda, abba, ismét, megint, és állandóan, és folytonosan, és megszakítás nélkül, és mindig, mert ehető, iható mondatok laktatóak, és elbágyasztóak. Szájunk szénén lecsordul egy-egy kortnyi údnak, és ázni, és rem, és tók. A mohó rágásban, nyelésben, fuldoklásban lehull egy-egy morzsa, hogy aj, és tess, és kér. Mit tettetek a legszebb magyar szavakkal? Mit tettetek a legszebb magyar mondatokkal? Miért olyan háztetős, miért olyan kampós, miért olyan veláris ez az ajakerekítéses ország? Hova robogunk a víz alatt? A hídavatás kísértetei alatt, a Dunába lőtt zoknik és harisnyák, a parton hagyott cipők alatt a rutinban, a kopásban, a közönyben, távolodva a legszebbségtől, sőt a szépségtől, de még a széptől is, ahogy vissza-visszaugrik a lemez lejátszó tűje. Ezt is kiérti már. Mit tettetek a legszebb magyar mondataimmal? Csak annyi maradt belőlük, hogy záródnak. 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 Záródnak az ajtók. Csak annyi. Kint maradni. Belépni. Szeretném még egyszer megkönnyezni, hogy berettyú új falu. Vagy házon kívül tartózkodik. Vagy nyitva tartás. De már nem láng. Nem anya. Nem szűz. Nem sírok. Esztert köszönjük. Eszter, a lelkemig hatottak a gondolataid. Eljutott hozzám minden, veled mosolyogtam, vagy veled szomorkodtam el.
Most keresem a szavakat, mert ennél jobban nem tudom kifejezni azt, hogy csodálatos volt ez a versmondás, és annyira élt a vers veled együtt, és itt volt közöttünk, és egy mozit néztem végig. Nagyon-nagyon gratulálok. Köszönjük szépen. Nagyon nehéz megszólalni. Ennél szívszorítóbban, bensőségesebben ezt nem lehet elmondani. Ezt mindenkinek ajánlanám, hogy olvassa, gondolkodjon rajta, gondolkodjon el rajta, hiszen ahogy Jónás Tamásra is mondtam már, Markó Bélának ez a verse annyira mai, és annyira nagy szükségünk van rá ebben a felgyorsult világban, és olyan világban, amilyen, és itt most nem háborúról, Covidról beszélek, hanem a hétköznapjainkról, az egyéb hétköznapjainkról, hogy borzongtam. Köszönjük szépen! Olyan gyönyörűen mondtad, Eszter, hogy természetesen az utóhatása az, hogy mindenki erről gondolkodjon el, hogy a nemzetünk addig él, amíg a magyar nyelv él. És a kérdés már nagyobb is ennél a versnél is, amit itt felvetettél, ez gondolatébresztő. Hát ma már ott tartunk, hogy vannak olyan, mit tudom én, egy telefonszolgáltató például, hogy egy mondaton belül, egy reklám mondaton belül a felét már angolul írja fel. A másik fele magyar. És akkor gondoljuk ezt tovább, hogy lesz ez így. Hogyha elvész a nyelvünk, elvész a nemzetünk. Egyszerűen nagyszerű, hogy ezzel te itt foglalkoztál, és fontos volt, hogy ilyen gyönyörűen mondtad el, az egész komoly, érett lényed nagyon benne volt a versben. Csodálatos volt. Majdnem minden esztendőben elmondom azt, hogy fiatalok forduljanak a kortárs magyar irodalomhoz. Ma, ha jól emlékszem, 3 verset hallottunk élő magyar költőtől. Markó Béla verse úgy, ahogy előadta, ez csodálatos módon megerősítette engem, és azt hiszem zsűritársaim nevében mondhatom, hogy a kortárs magyar költészethez kell fordulni tökéletes átérzéssel, és azzal a tudattal, hogy mit Anna is mondta, legutolsó menedékünk. Ezért áll ki harcolni oda egy fiatal a mikrofonhoz. Köszönöm szépen. Eszter, igazán nagy versmondóknak a titka az, hogy amikor kiállnak és elmondanak egy verset, akkor egy idő után életre kel a vers. Látunk téged, de igazából Markó Bélát halljuk. És ez egy olyan varázslat volt, amit most idehoztál elénk, hogy tényleg én is csak csatlakozni tudok a zsűritársakhoz, beleborsóztam én is. És akkor azon gondolkodtam, hogy Arany Jánossal kezdtük ezt a versünnepet, és megérkeztünk Markó Bélához. És az a nagy szalonta, ahonnan ő elindult, az most, hogy a Párcéma Románia területén van, és aztán ott van Markó Béla, aki igazából szintén onnan indul, de mindannyiunk. Tehát nem határokat vontunk, hanem hidakat teremtettél, és ezt megint ide tetted elénk. Nagyon-nagyon köszönjük az élményt. Még egy gondolatra visszatérve, Zámai Lágyként most mondom, mielőtt elfelejtem, hogy Csóri Sándor és Csanádi büszke lenne rád. Biztos vagyok benne. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt vannak az elődöntő résztvevői, 14-en voltak ma velünk, és ajándékoztak meg bennünket csodálatos élményekkel. Tapsoljuk meg őket! És felkérném Mészáros Attila alpolgármester urat, hogy minden résztvevőnek adjon át egy emléklapot, aki itt ma velünk volt, Major Benedeknek, Kis Viktóriának, Adorjáni Sárának, Patai Dorinának, Bódis Boróka Ajsának, Adorjáni Mátyásnak, Nagy Petra Verának, Szondi Bálint Györgynek,
Simon Kimberly Dianának, Szabó Ábelnak, Takács Hannának, Pincés Bertalannak, Török Laurának és Farkas Eszternek. Köszönjük szépen! Felkérem Kubik Annát, a zsűri elnökét, hogy mondja el tapasztalatait a mai napról. Kedves közönség, kedves zsűritársaim, kedves fiatalok! Nem is tudom, hol kezdjem. 2 évvel ezelőttről kezdem, amikor ez az őrület elkezdődött, a pandémia időszaka, akkor szerintem mindannyian, akik művészettel foglalkozunk, kicsit kétségbe estünk, hogy vajon mi ránk van-e szükség. És emlékszem, március 14-e volt, amikor a színházból minket hazaküldtek, és bennem is ott volt ez a kétségbeesés, hogy most mi lesz. Aznap volt a főpróbánk egy előadásból, és hogy velünk most hogy fog történni, mi lesz. És még 5 kilométert sem tettem meg az autópályán Debrecenből jövet, amikor befutott az első telefon, hogy szükség lenne egy mesére, egy versre, egy idézetre. Nem tudom elmondani, hogy még aznap, az első napon hány felkérést nem kaptam. Elképesztő volt, hogy az emberek azonnal a lelki szükségletüket kifejezték azzal, hogy igenis szükség van a lelki táplálékra. Ezt csak azért mondtam el, mert én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy ezt ti is szem előtt tartsátok mindenkor, hogy igenis kell ez. És a versmondás igenis nagyon nehéz és sok munkát követelő műfaj, és mindegy, hogy milyen szakmát választotok, mi lesz belőletek, milyen hivatásotok lesz, ez mindig veletek marad. Ugyan nehezebb verset mondani, mint egy könnyedebb műfajjal kiállni, mert nagyon sok munkát kell beletenni, de megéri, higgyétek el, megéri. És akkor el is érkeztünk ehhez a ma délelőtthöz. Sajnos azok, akik nem készültek fel olyan erősen, azok most hátrányba kerültek. A nehéz indulás miatt, a nehéz újraindulás miatt most kevesebben jelentkeztetek, ezért mi is lejjebb vittük most a továbbjutók számát. Nem tudunk 12 versenyzőt tovább juttatni, csak kevesebbet, az majd elhangzik, hogy hányat pontosan is kiket. Számomra a ma délelőtt legszebb élménye az volt, hogy a versválasztások kitűnőek voltak, hogy gondolkodtok már kortárs költőkben, de visszanyúltatok néhányan a nagy klasszikusokhoz is. Ez is nagyon borzongatóan szép érzés, hogy megküzdeni ilyen nagy alkotásokkal. Mindegy, hogy kisebb eredménnyel, de akkor is ilyesmivel foglalkoztok, 14 és 18 évesen, ez számomra szívet melengető érzés volt. És amit még szeretnék elmondani, hogy én érzem, hogy nehéz kiállni a nézők elé, át tudom érezni, hiszen én is így kezdtem, ahogy ti ugyanezen a helyszínen. Én is a mai napig is 42 év után is szorongok és félek, és nehéz szembenézni egyedül egy nagy közönséggel, vagy egy kisebb közönséggel, vagy egy zsűrivel, mindegy versenyhelyzetben nehéz lenni. Ez a mai rangsor sem jelent mást, mint hogy éppen ki foglalkozott többet az adott anyagával, az adott versével, ki tett bele több munkát. Ez szerint rangsoroltunk most, nem annyira más szempontokat figyelembe véve. Akik pedig feladták a mai versenyt, azoknak azt szeretném mondani, hogy ne a versmondást adják fel, hanem esetleg a felkészülés hiányosságában keressék az okokat, és igenis küzdjenek, és igenis nem szabad semmit feladni. Az élet erről szól, nem adunk fel semmit. A versmondást sem, a művészetek szeretetét sem. Mindig van tovább, mindig van holnap, mindig van egy szebb és jobb pillanat, mindig van remény. Erről szól a művészet, hogy mindig van és lesz remény. És aki ma
kisebb teljesítményt nyújtott, az majd holnap több munkát tesz bele, és nagyobb teljesítménye lesz. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy megbirkóztatok a feladatokkal, így, úgy, amúgy, de mindőtökön látszott az, hogy fontos ez, és a versmondást igenis éltetni kell, és nem pedig a könnyedebb műfajok felé menni. Köszönöm szépen a versenyzést. Köszönjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az egyik legizgalmasabb pillanat következik, ugyanis kiderül, hogy kik jutottak tovább. Fontos elmondani, hogy nem a továbbjutás sorrendjében ismertetjük a neveket. 8 fiatal szerepelhet majd a 12. fehérvári versünnep döntőjében. Mondanám is az első nevet, Major Benedek. Kis Viktória. Adorjáni Sára. Bódis Boróka Ajsa. Szabó Ábel. Takács Hanna. Török Laura. Farkas Eszter. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy velünk voltak. Ha tehetik, legyenek velünk személyesen május 28-án a döntőn. Ahol várunk majd mindenkit szeretettel, addig is minden hírt és információt megtalálnak majd a versennyel kapcsolatban a www.versünnep.hu oldalon. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, viszontlátásra! Viszontlátásra!